Csank meg temesvári játékosként. Így, hát figyelj, ilyenek. Két múzeum üteményének összeállítása. Van néhány ünnepélyes momentum is, a mai napnak meg van néhány olyan emléktárgy, aztán szeretnék megmutatni. Tépe volt olyan kedves is, eljött hozzánk, és most a nagy közönség előtt, illetve az önök közvetítésével aláírunk egy olyan megállapodást, mi szerint ezeket az emléktárgyakat a múzeumunk részére Pétert átadja. Érem. A nagyobb kupák, illetve serlegek, azok mind-mind édesapámhoz köthetőek, illetve hangsúlyozom még egyszer, ami közös együttműködés a DVSC-nek a szüleménye. A különböző köszönő kupák, illetve a 100. NB1-es meccsének a elérés. Ezeket a tárgyakat minden egytől egyig a múzeum részére felajánlja a család, és nem biztos vagyok benne, hogy méltó helyen és méltó körülmények között fogja továbbra is megőrizni édesapám emlékét, illetve a DVSC-nek a nívóját emelni fogja ezáltal is. Szimpatizáns vagyok, egy személyes élmény is fűződik hozzá, hiszen nála mutatkozhatom az első osztályban, és nagy tisztelője vagyok, úgyhogy ezután is köszönjük Gézelnek a felajánlásra, a kialakítása. Azt gondolom, hogy ősszel, ahogy a csapat is megkezdi a szezont. Valamint csak egy mondat még, hogy a shop, tehát az úgynevezett fan shop is teljesen más lesz, mint eddig. Gondolok itt arra, hogyha valaki szeretne egy aktuális best, akkor nem kell neki. Igaz.